Na hát itt vagyunk még mindig a szombat esti Láz színpadán, és itt áll mellettem Esztergály, Cecília és Csonka András. Igen. Cecília, sokszor... Hát ide gyere, mert ez az orrom. Jaj, mindig ez a macarom. Sokszor elhangzott a szexualitás, az erotika, ez a tánchoz ennyire hozzátartoz? A szamba másról nem szól, mint a szexualitásról szól, és az összes az angol valcertől kezdve a csacsacsáig, hát ketten táncolják, akkor ha nem szexualitásról lenne szó, akkor egyedül táncolna és a mennyekben nézne. Rám, hát akkor a keringő is ilyen? Velem még nem táncol. Jaj, de finom. Tényleg, hát pedig tényleg mi nem táncoltunk eddig soha? De apukám, nem azért, mert nem kértél föl soha. Ja, ne felejtsük el, hogy egy nagyon híres balerina, most ezt vicc nélkül mondom, ugye hát ő balerinaként végzett, és utána lett színésznő. De 70 éve volt, úgyhogy azóta már felkérheti, ő meg egy szamuráj, nézd meg, úgy néz ki, mint egy szamuráj. Az, hogy valóban azért... Tibor, úgy nézel ki, mint egy szamuráj. Engem is meglepett. Tibor, aki szamuráj. Hát abszolút Tibor, úgy nézel ki. De meglepett engem is egyébként. Eddig azért a Cili ennyit nem beszélt a szexről egy órán belül. De most az ilyen, ilyen de ne, hát az, ez a tánc. Másról nem szól, és ketteljüknek a kisugárzásáról, de besugárzásáról szól. Akkor te a férjeddel szoktál szambázni? Soha! Vésznő, így lement az első adás, elégedett a táncprodukciókkal, vagy inkább ez egy ilyen mókai szórakozás? Nem, ez nagyon jó szórakozás. Hát, hogyha én csak komolyan a technikára figyelnék, de nem lehet kihagyni ezt, hogy ez egy műsor. Ez egy műsor, egy show, ami arról szól, hogy mi is, de főleg a közönség érezze jól magát. Csatlakozom az előttem szólóhoz, teljes igen. Mértékben igaza van. Ugye ne felejtsük el, ez táncverseny, de szimpátia verseny is. Igen. Tehát a nézők szavazataiban, ugye hát a nézők nem értenek többnyire a lépések pontosságához, tehát ki lesz szimpatikus páros számukra, ez a lényeg. Na de hát a gazdánál kevésbé mozogni ember még nem mozgott parketten. Sehol, de ő a kis báránykákkal. De ez a kedvesség, ez a... szimpatikus embernek, hogy itt is olyan szimpatikus tudott maradni, és nem merevedett le, leszúrt Rittbergerrel. Nagyon tetszett az egész, a hangulat, henzsület, ahogy mondta valaki, mert azt mondta, hogy sokat élt Amerikába, és nem azt mondta, hogy hangulat, hanem henzsület. Igen. Hát nagyon jó volt, na. Hála. Így van, köszönöm szépen, mi is jól szórakoztunk itt. Igen? Igen, köszönöm, sziasztok! Köszönjük!